Példaértékű az összefogás az oromi és a csantavéri termelők között, ugyanis a két falut összekötő mintegy 7 kilométeres földesutat újra szántották a gazdák. Több mint 10 éve minden évben megteszik ezt azzal a céllal, hogy az egyébként forgalmas utat járhatóvá tegyék. A földes útszakasz már szinte használhatatlan volt, nehéz volt rajta traktorokkal is közlekedni. A két település gazdái ezért döntöttek úgy, hogy előbb felszántják, majd feltárcsázzák, hogy a forgalmas útszakasz használhatóbbá váljon mindenki számára. Igazándiból minimálisan vagyok érintett, mert ezen a részen egy parcellám van, de viszont nem igazán erről szól a dolog, hogy ki mennyire érintett, mert az évek során nagyon sok olyan ember eljött ide utat csinálni, akinek abszolút erre nincsen fődje. Kizárólag néha beszáll a csantavérre, vagy ezt az utat használja néha, és önzetlenül jönnek az emberek, és csinálják. Az akcióban több mint 20 a két faluból származó mezőgazdasági termelő vett részt, mindenki saját traktorával és kapcsolható eszközével. Az oromi gazdáknak a helyi közösség nyújtott támogatást az idei évben is üzemanyag formájában. Hát az összefogásnak a szép példáját látjuk mai nap is, hiszen évek óta a két település gazdájai összefognak, hogy ez a mindegy 7 kilométeres útszakaszt, ami oromot csantavérrel köti össze, megjavítsák, és így ennek köszönhetőleg egész évben használni tudják. Reméljük, hogy most ez az utolsó alkalom, hiszen ígéretet kaptunk arra, hogy hamarosan ezt az útszakaszt ki fogják aszfaltozni, hiszen nagy jelentősége van a két település közt is, így közlekedésnek is, és a regionális személytelepnek az ellátásához is, beközelítéséhez is. Hát a rendkívüli időket élünk, azonban a közlekedni kell, a munkát el kell végezni a földeken, ezért is fogtak hozzá gazdáink. A helyi közösségünk, az oromi termelők részére mintegy 15 liter üzemanyagot fog biztosítani a részvevők számára. Hát elmondhatjuk, hogy nagyon forgalmas, amikor nincs a közlekedés megszakítva, itten volt egy olyan időszakunk nagyobb esőzések következtében, hogy van itt két lapos rész, ahol hát sajnos elakadtak az emberek, és amikor jó az út, akkor tehérforgalom is bonyolódik rajta. Most a gazdák, hogy ezt megszüntessék, hordtak rá földet az elmúlt napokban, így bízom abban, hogy ez az út addig, még aszfaltozva nem lesz, megteszi, megfelel majd az igényeknek. A helyi közösség elnöke hozzátette, szeretnék ezt az útszakaszt a közeljövőben kiaszfaltozni, hiszen nagy jelentősége van mind a két település vonatkozásában, hiszen nem csak mezőgazdasági termelők használják, hanem autós és kamionos forgalom is zajlik rajta. A tervek szerint hamarosan erre is sor kerülhet.